Mert nevét a korábban nem is, de Kini tudót az egész ország ismeri. Azt viszont kevesen tudják, hogy fennállásának 5. évfordulóját ünnepelte idén, decemberben. Hogy kezdődött az együttes élete? Hát mivel az 5 éves évfordulónkat ünnepeltük, 1988-ban alakultunk. Az együttest egy barátommal együtt, akivel korábban egy másik együttesben táncoltunk, ketten alapítottuk. És eredetileg, de ma is tulajdonképpen ugyanez a cél, tehát eredetileg azzal a céllal, hogy a kisebb falvakba, ahová kultúrcsoport már nehezebben jut el, vagy ritkábban jut el, elvigyük ezeket a táncokat, ezeket a dalokat, énekeket, ahonnan ezek származnak. Tehát ez volt a célunk, és mindezt olyan formában szerettük volna önállóan megvalósítani, ahogy mi képzeljük a mi felfogásunk szerint. Ez volt 1988-ban, akkor még az együttes sokkal kisebb létszámban működött, most visszagondolok, azt hiszem 6 fiút tudtunk kiállítani a színpadra összesen, és hát lány az volt több. Most összesen hányan vagytok? Hát az a csapat, aki legutóbb is szerepelt a jubileumi műsorban, az 45 fő volt, és ott voltak még a gyerekek, akik ugye a jövő reményei, az utánpótlás, ők is voltak olyan 30-35-en. Én azelőtt, mielőtt ezt az együttest létrehoztuk volna, a Baranya Együttesbe táncoltam 9,5 évig, azt megelőzően pedig egy 3-4 évvel korábban már érdeklődtem, vonzottam ehhez az egész kultúrához itt Baranyában, és még korábban Erdélybe jártam sokat, az ottani, akkor még élő, és manapság is még azért romjaiban megtalálható népművészetet tanulmányoztam, és igyekeztem minél több olyan élményt szerezni, először csak kint Erdélyben, aztán később az itteni magyarországi falvakban is, amiből később élni lehetett. És miért éppen nemzetiségi? Miért éppen nemzetiségi? Akkoriban ez egy véletlen műve az, ami tulajdonképpen engem nemzetiségi néptánchoz vezetett, de lehet, hogy nem véletlen. Elmondom, hogy miért véletlen és miért nem. Azért véletlen, mert akkor, amikor én az első táncházba itt Pécsen elmentem, akkor az éppen egy úgynevezett, akkor még így mondták, délszláv táncház volt. Ezért talán véletlen. A barátnőm azt mondta, hogy menjünk táncházba, és mondtam, úristen, táncház, az mi lehet, azt se tudtam, hogy mi. Hát jó, elmentem, ott botladoztam, stb., és végül is megtetszett a dolog, megfogott a zene, a furcsa, különös ritmusok, a színessége a muzsikának, a táncokban az, hogy össze lehetett fogni egy nagy körbe, ugye a kólóba. Gyerekkoromból emlékszem arra, hogy jártak föl hozzánk a környező falvakból olyan nénik, akik a fejükön hozták a kosarat, és hozták a tejfölt, meg valamiféle ilyen dolgokat árulni ezekre a házakhoz, és ők bizony számomra nem érthető nyelven beszéltek, mert horvátul beszéltek, és a nagymamám, aki viszont Horvátországban született Bielováron, kiválóan eltársalgott velük, és ez megmaradt egy pici élményként az én gyermeki elmémben, utána pedig a szintén a nem véletlenhez tartozik, hogy gyerekként gyakran fürdetés után leültettek a rádió mellé, volt egy ilyen néprádió, és ott már abban az időben, 50-es, 60-as években, tehát ment a Magyar Rádiónak, a Pécsi Stúdiónak a nemzetiségi műsora, ott hallottam ezeket a dalokat és zenéket. Az, hogy egy táncegyüttes kiálljon a színpadra közönség elé, nem csak az kell, hogy szépen eltáncolják a táncokat, hanem szükség van a megfelelő viseletre is. Ezt ti hogy oldjátok meg? Ez hosszú évek munkája. Egyedül nem megy. Kevés az, hogy az ember kimegy a Pécsi vásárba és megvesz egy szép díszes ruhát, ha csak onnan szereznénk, de akkor nem lenne még semmink se. El kell menni a falvakba és a segítőkkel, hiszen az együttes tagjainak nagy része ezekből a falvakból van, tehát ők is tudnak segíteni ebben. A segítőkkel el kell menni még azokhoz a házakhoz, ahol vannak ezek a viseletek, és bizony darabról darabra kell összeszedni, tehát ez is egy komoly feladat, hogy a megfelelő, teljesen hiteles ruhákban szerepeljen az együttes, és mi ezt szeretnénk. Tehát a mi visszanyúlásunk a hagyományhoz egy olyan jellegű, vagy olyan jellegű volt, és most is olyan, hogy a hagyománynak minél teljesebb, minél pontosabb megismerését szeretné lehetővé tenni. Hát a Kimi tud nagy siker, ugye az a Holt versenyben a harmadik hely, de a számunkra ez tényleg nagy siker volt, hiszen az ismeretlenségből ismerté válni az egy hatalmas ugrás, az nulláról egyre kerülni ilyen nagyot jelent. Ezelőtt még ebben az évben a Szolnoki Néptáncfesztiválon vettünk részt, ami Magyarország első néptáncfesztiválja.
tehát nívóban és ismertségben is ez a leghíresebb, és itt is kaptunk díjakat, tehát az önbizalmunk, az önbecsülésünk nagyon helyreállt és nagyot nőtt, mert nem csak a falvakban, ahol felléptünk, eddig ismertek el minket, hanem egy szakmai fórumnak tekinthető néptáncfesztiválon. Azért, ha korábbi évekre visszagondolok, voltak még olyan események, amikor elismertek minket, amikor külföldre mentünk, tehát szerepeltünk mi Spanyolországban, Olaszországban és Hollandiában nemzetközi fesztiválokon, és ezeket a táncokat vittük ki, amiket egy faluba is elviszünk. A december elejé jubileumi fellépés hogy sikerült? Hát számunkra ez egy csodálatos fellépés volt. Életünkben először a színházban, nem úgy, mint látogatóként, hanem mint fellépőként, és minden jegy elkelt. Ez egy ünnepi, jubileumi esemény volt. Nagyon készültünk rá, előtte nem is vállaltunk fellépéseket más helyeken, és azt hiszem, hogy a közönségnek is szereztünk egy nagy élményt ezzel a műsorral. Kicsit hosszú volt, a legnagyobb kritika egyébként ez volt, amit kaptunk a műsort illetően, hogy gyönyörű volt, nagyon szép volt, de nagyon hosszú volt. Úgyhogy ezt megjegyeztük, és legközelebb nem csinálunk ilyen hosszú műsort, mert a szünettel együtt 3,5 óra volt. Mondjuk a magyarázat az, hogy szerettünk volna mindent bemutatni, amit tudunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.